Előző részek tartalmából. Bemutattam számotokra, mi a jelenlegi autóm, és hogy milyen egy LPG-s autóval járni a mindennapokban. A keresés folytatódik az új, használt autót tekintve, így a mai részben megnézzük, mire érdemes odafigyelni, ha használt autó vásárlásra kerül a sor. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóban! Szóval a mai videó nem jönne létre, hogyha egy új autót vásárolnék, hisz egy használt autóval sokkal nagyobb a rizikó, nagyon sok mindenre kell odafigyelni, és nyilván ezeket le lehet vetközni, vagy meg lehet kerülni azzal, hogyha egyből egy új autó vásárlására adjuk a fejünket, de nálam ez nem volt opció. Én inkább szeretném bevállalni és körüljárni azt a mesdjét, ami ahhoz vezet, hogy hogyan kell egy jó használt autót kiválasztani. Tehát egy korábbi videóban már említettem, hogy mik az én szempontjaim, elvárásaim a használt autót illetően, amit kinéztem magamnak, és elméletben nagyon sokszor átpörgetem a fejembe, hogy hogyan is fog zajlani ennek a megvásárlása, és elméletben elég jónak is tűnik. Hisz csak annyi a dolgunk, hogy megtaláljuk a megfelelő autót. Aztán leegyeztessük a személyes megtekintés után próbaútra vigyük, rendben megírjuk az adásvételit, megkössük számunkra a megfelelő kötelező biztosítást, elmenjünk az okmányirodába, leadjuk a papírt, megkapjuk a papírt, aláírjuk a papírt, és hazavezetni a naplementébe. De sajnos ez nem ilyen egyszerű. Ez a történet nem hasonlít egy Disney mesére, így összeszedtem azokat a szempontokat, amikre én felhívnám a figyelmeteket, illetve magam is ahhoz tartsam, amikor meg fogom nézni, vagy meg akarnám vásárolni a kiszemelt autót. De kezdjük az elején. Az autót, amikor már kiválasztjuk egy online felületen, a kereséskor figyeljünk arra, hogy ne paraméterezzük túl az autót, mert könnyen kieshetnek olyan keresett, de megfelelő autók, amiket az eladó, amikor felrakta a hirdetést, nem pipált be, így nem szűri le a kereső. Itt gondolok arra, például a tempomat a mai világban szerintem elég alapvető egy-egy autónál, így sokan már nem jelölik be extrának, vagy nem emelik ki, hanem alapvetőnek érzi, hogy ezt tudja a vásárló. Tehát koncentráljunk inkább a fő paraméterekre, és alaposabban tekintsük át a találatokat. Nagyon jó hír az, hogy még vásárlás közelébe se vagyunk, de nagyon sok platform ad lehetőséget arra, hogy rendszám alapján, ami inkább az alvásszámra utal, sikerüljön áttekinteni az autónak az előéletét. Szóval fontos, hogyha megvan a kiszemelt autó, meg lehet érdeklődni az okmányirodába, hogy nincs-e rajta hitel, átiratható-e a nevünkre. Fizetős platformként mondanám a Carvertica-t, de ha jól tudom, 2019-től már van olyan ingyenes lehetőségünk is, hogy az ügyfélkapunkon keresztül sikerüljön lekérdezni a rendszám alapján és az alvásszámot tekintve az autónak a múltját. Szóval, ha minden sikerült átnéznünk, akkor még egy olyan opciónk is van, hogy kikalkuláljuk a kiszemelt autónak az átiratási költségét. Ennek a linkjét lerakom a leírásba. Szerelő vagy szakember? Nem érdemes ezt a lépést kisporolni, hisz sokan laikusként állunk az autókhoz, így könnyen tudunk olyan csapdába esni, hogy átverés áldozatai legyünk. Tehát érdemes egy szerelőt, egy kis plusz pénzért, vagy használt autó szakembert felbérelni, hogy eljöjjön velünk az autó személyes átvizsgálására, és ő már úgy készül az autó típusából, illetve hoz magával olyan eszközöket, amik segítenek abban, hogy ne tudjon az eladó bármit is elsumákolni. Ha már ott állunk személyesen az autó mellett, érdemes átvizsgálni az említett extrákat, hogy az autó biztosan tartalmazza-e. Nem mellékes az sem, hogy az autónak azon pontjait, ahol jellemzőbb lehet a rozsda, azokat átvizsgáljuk. Ilyen lehet a sárvédő, az ajtónak az alja, illetve az illesztési pontok is. Higgyétek el, vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni, elolvasni több cikket, megtekinteni több videót is, és felkészülni az adott típusból. Elsőkerekes autók esetében érdemes átvizsgálni a lengéscsillapítót, illetve a gumiharangokat, illetve érdemes megnézni az autónak az illesztéseit, illetve hogy a szélvédő mennyire karszos. A próbaút során érdemes olyan helyzetekbe kipróbálni az autók, amik nem a mindennapi használatra jellemzőek, ilyen például az, hogy jobban lépjünk oda a gáznak, nagyobbakat fékezzünk,
illetve érdemes mindkét irányba teljesen kitekerni a kormányt, és figyelni az esetleges olyan zajokra, amiknek nem kéne megtörténniük. Automataváltós autóknál érdemes odafigyelni, hogy amikor sebességbe rakjuk, rükvercbe, illetve előrefele is, hogy szépen kúszik-e az autó, és nem pedig rángatja. Illetve ami nagyon árulkodó tud lenni, az a motor háztető alatt lévő matricák, amik ugye felhívják a figyelmet, hogy hova nem szabad nyúlkálni, mi az, ami veszélyes. Ha ezek a matricák hiányoznak, még az se baj, ha csak egy kicsit kopott, de tényleg, hogyha hiányoznak, az egy olyan alapvető árulkodó jel, ami arra utal, hogy törve volt az autó, és a matricák nem lettek pótolva, és hát ki is foglalkozna arra egy baleset után, hogy a kis matricákat pótolja. Ilyen még egy baleset utáni hiányosság, amit ritkán vesznek észre, az a dobbetéteknek a cseréje. Illetve érdemes magunkkal vinni egy kis LED lámpát, és a motortérben megfigyelni azokat a pontokat, ahol olajszivárgás lehetséges. Illetve ha előre telefonálunk, hogy megtekintenénk az autót, érdemes megnézni, hogy mi voltunk valóban az elsők, akik beindították az autót, mert nem mindegy, hogy hideg, illetve bejáratott meleg motorral indítjuk el. Tehát ezek lennének azok a dolgok, amikre fel szeretném hívni a figyelmeteket egy használt autó vásárlását illetően. Remélem hasznos volt számotokra. A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy amit én keresek autót azokkal a paraméterekkel, az jelenleg nincsen Magyarországon, viszont találtam egyet Hollandiában, és mivel ugye az egész sorozat arra épül, hogy hogyan vásárolok autót Magyarországon, ezért ebben már lehet, hogy lesz egy kis változás, de semmi gond, mert akkor legalább be tudom nektek mutatni azt a részét, hogy milyen külföldről vásárolni egy autót. De még mielőtt véget érne a videó, fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogyha bármelyik videóban kérdés merülne fel bennetek, azt nyugodtan írjátok meg kommentben. Ezeket összegyűjtöm majd, és egy külön videóban fogom ezeket megválaszolni. Addig is iratkozzatok fel, nyomjatok rá a kis csengőre, hogy ne maradjatok le a következő videókról. Nem tudom, hogy hogy alakul még a jövőben, mindenképp szeretném a szempontjaim alapján kiválasztani az autót, és hogy ez Magyarországon vagy külföldön fog teljesülni, azt nem tudom, de így vagy úgy lesz róla a videó, és be fogom nektek mutatni, illetve remélem a következő videóban is velem tartatok. Sziasztok! Következő részek tartalmából. Átnézzük, milyen plug-in hibrid autók vannak jelenleg a piacon, és hogy hogyan is állok a keresett autó megtalálásával. Tartsatok velem vásárlás előtt! Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake games, stay in peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right.